Az országos vadásznap több mint 20 éves történetében első ízben érte Szabolcs-Szatmár Bereg megyét az a megtiszteltető feladat, hogy otthont adhat a rangos eseménynek. Nem is akármilyet, ugyanis a tiszadobi Andrássy kastély és környezete szolgáltatta a mesés helyszínt. Nyugodtan aludtam az elmúlt napokban, ezt nyugodtan el lehet mondani. Minden előkészületet, amit úgy gondoltunk, hogy meg kell tenni, megtettünk. 2020 előtti évben már tudtuk, hogy itt lesz az országos vadásznap, tehát már terveztük, megláttuk ezt a helyet. A megyében is olyan helyen fekszik, hogy Borsod és Hajdú találkozásánál gyakorlatilag a legnyugatibb része Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, autópályán könnyen megközelíthető, és hát egy vadászkastélyról van szó. A 2019-ben volt egy vadászkutyás rendezvényünk, ahol közel 600 ember kijött megtekinteni ezt a rövid néhány órás műsort, és akkor bejárva a parkot láttuk, hogy saját maga adja magát. Egy kis dombra épült a kastély, körülötte van egy 8 hektáros terület, amely mint egy gyűrűként öleli körbe a kastélyt, és ennek része a francia kert, amiben olyan beugrók voltak, hogy amikor elmentünk mellettük, akkor azonnal megjelent a kép a kollégák fejébe, hogy ide kell a trófeakiállítást rakni, illetve kisebb blokkok találhatók, amelyek egy-egy bokorsorral elkülönültek, azok pedig adták azokat a helyszíneket a programjainknak, amiket sikerült ide kihozni. Tanulván az eddigi vadásznapjainkból, amiket szerveztünk, ott is 2-3 ezer fő megjelent egyébként, azokat a hibákat kiküszöbölve próbáltuk a főzősöket elhelyezni, hogy mégse legyenek távol. Egy hatalmas nagy kijelzőt is kiraktunk, hogy lássák, mi történik. Itt ül 300-400 ember, akik étkeznek, és látom, hogy a szemük sarkából figyelik, hogy mi történik. Hát a lényeg az, hogy mindenki mindig lássa, hogy valahol a történés van, érdekli, oda megy, ha nem tud oda menni, akkor is látja. Ez egy életforma, persze ezek ünnepnapok, az ilyen vadásznapok, ezek nem sokszor vannak egy évben. Komoly emberi kapcsolatokat, komoly emberi barátságokat lehet megtekinteni, egy kicsit bele lehet látni a vadgasztronómiába, egy kicsit a másik oldalról is meg lehet nézni azt, amiről általában a médiából értesül az ember, és ott nem mindig a legpontosabb információkat kapja meg. Megtiszteltetés, hogy vadászat nagykövetévé neveztek ki. Hárman vagyunk most már itt. A Bodrogi Gyula, a Koncz Gábor és én. Ők már évek óta. Hát tavaly ugye COVID miatt elmaradt az országos vadásznap. És hát nem a pótlására, de végül is egy évvel később megkaptam. Itt baráti társaság civil szervezetként vagyunk jelen, és hivatásos szakács 3 fő, aki részt vesz a főzésben. Egyébként körülbelül 35-en leszünk a teljes létszám, amikor már az osztáshoz kerül a sor, illetve van egy külön csapatunk is, a rendezvényen főző csapatok is indulnak, nekünk is van vadásztársaságunk, és az a társaság is indul a főzőversenybe, tehát nem csak ezt készítjük el, hanem még 5 vagy 6 féle étel különlegességgel fogunk megmutatkozni. Ha az ember nap mint nap találkozik ezekkel az állatokkal, akkor elég jól föl tud töltődni, minden porcikájukat látom, megismerem az évszakokhoz kapcsolódóan, ahogy változik a testük, a felnövekedésüket is végig tudtam kísérni, és hát ez mind-mind, ez az összes tapasztalat beépül abba, amit később a képre ráfestek. Természetesen igyekeztem elsősorban európai vadfajokat, de azért becsúszott egy-két Afrika is. Valójában azokat a képeimet hoztam el, amik a legfrissebbek, amiket az utóbbi időben készítettem. Újabb kísérletek vannak most a papíron, ezeket lehet megtekinteni.
Úgyhogy szeretettel várunk minden kedves látogatót, és azt hozzá kell tennem, hogy nem egyedül állítok ki. Valackai Erzsébet festőművész kolléganőmmel együtt egy közös kiállításunk van most itt a kastélyban. Az a legjobb, amikor számomra teljesen ismeretlen ember megáll egy kép előtt, és ott ácsorog, kerül egyet, és megint visszamegy, nem szól egy árva szót sem, és utána én megyek oda hozzá, megkérdezem, hogy tudok esetleg valamiben segíteni, vagy egyáltalán mit gondol az egészről, és akkor azt mondja, hát ez csodálatos. Tehát az, amikor olyan emberek állnak meg a képek előtt, akik még nem találkoztak az alkotásaimmal, és azt mondják, hogy hú, ez igen, az azt igazolja, hogy nem hiába dolgozom, nem véletlen örömömet lelem benne. Ez az igazi visszajelzés arra, hogy na, érdemes csinálni. Én azt szeretném elérni, illetve azt vízionálom, de ez lehet, hogy csak utópia, hogy konfliktusmentesen tudjanak a gazdálkodók, az erdőgazdálkodók, a mezőgazdászok, a természetvédelem és a vadászat egymás mellett és egymással megférve kényelmesen élni. Ez lenne talán az egyetlen vízió, hogy ne legyen senkinek a másikkal problémája, és mivel ugyanazon az élőhelyen élünk mindannyian, szimbiózisba kellene élnünk. Nekem ez a vízióm.